Lakhatás, közlekedés szervezés, munkahely, szociális ügyek. Többek között ezekben a témakörökben keresték fel mai alpolgármesteri fogadóórájukon dr. Kószó Pétert és Hegedűs Zoltánt. Amíg dr. Kószó Péter alpolgármester ma is elsősorban a szociális ügyek, különböző támogatások tekintetében igyekezett segítséget nyújtani a panaszosoknak, addig Hegedűs Zoltán városüzemeltetési és egyéb speciális problémákat próbált orvosolni. Ezúttal is a legtöbben lakásügyekben vártak segítséget. Többen azután érdeklődtek, hogy hogyan tudják megvásárolni a jelenlegi bérleményüket. Ennek van több módja. Van olyan, aki azért jelentkezett, mert szeretne kiköltözni másik lakásba, szeretné eladni a lakását, és voltak olyanok is, akik egyéb más ügyekben kerestek. Ilyenek voltak a közlekedési ügyek, vagy volt olyan, aki pedig munkába kért segítséget, a Hótfóhoz jelentkezett, és szeretne ott dolgozni, hiszen a lehetőségei mérten szeretne részt venni a munkavilágában is. A mai fogadóórán érkeztek bejelentések beláthatatlan kerékpárutakról, mint a Mandula utcai kereszteződés, de általános közlekedés szervezési kérdések is felmerültek. Például a Vívó utca és a Csillag utcai kereszteződés átszervezését is javasolta valaki. Természetesen ilyenkor én kezdeményezem a közlekedési tanácsadó testületnél, hogy vizsgálják meg ezeket az ügyeket, tegyenek rá javaslatot, szakmai javaslatot arra, hogy hogyan oldható meg az adott probléma. Ma délelőtt több mint 30-an keresték fel az alpolgármestereket fogadóórájukon. Természetesen egy hónap múlva újabb lehetőség nyílik találkozni a városvezetőkkel.